Közös megemlékezésre hívta a városlakókat Dunaújváros önkormányzata október 6-án. A 48-as emlékműnél a városvezetés mellett a településen működő szervezetek, intézmények képviselői helyeztek el koszorút. A rendezvény kezdetén az önkormányzat részéről Tóth Veronika sajtóreferens vezette fel Gasparik Gábor előadását, a himnusz közös eléneklését követően. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Október 6-a az Aradi Vértanúk kivégzésének emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári hadi törvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ma a magyarok országszerte, így itt, Dunaújvárosban is megemlékeznek a 13 aradi vértanú hősiességéről, bátorságáról. A megemlékezés színvonalát Gasparik Gábor színművész előadása emelte, aki Juhász Gyula Vértanúink című versét szavalta el. Juhász Gyula, vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s béke leng, a búzs bitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Az előadást koszorúzás követte, a teljesség igénye nélkül koszorút helyeztek el az önkormányzat nevében a Rajtaújváros Egyesület képviselői, dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, illetve a település kulturális oktatási intézményének képviselői, valamint civil és egyéb szervezetek tagjai is. A méltó megemlékezést követően Pintér Tamás polgármester osztotta meg a gondolatait az esemény apropóján. Egészen gyerekkorom óta, amikor azokra hősökre gondoltam, akik megvédték Magyarországot és megőrizték számunkra is, és majd az utókor számára is, mindig azt gondoltam, hogy megemlékezni róluk, tisztelegni előttük, a tetteik előtt, kutyakötelességünk nekünk magyaroknak, hiszen az a magyar föld, ami mai napig is állhatunk, az nekik köszönhető. A polgármester arra a kérdésre, hogy manapság kiket tart szabadságharcosoknak, illetve a szabadságharc mely eszméjét kell leginkább őrizzük a mai napig, így felelt. Én azokat tartom leginkább szabadságharcosoknak, akik mernek nyíltan felvállalva a közösségüket kiállni és szembe menni azokkal az ellenük irányuló támadásokkal, amik már évek óta tartanak. Mindig büszke vagyok azokra, akik összefognak, mert az a hatalom, ami most is el akar nyomni bizonyos közösségeket, azokkal szemben csak egy dolog használhat, az pedig az összefogás. Az önkormányzat által szervezett megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult.